Ahogy ígértük, megtartottuk a napot, ahol egész nap Zsolti társaságában azokat az autókat programozta Emil, amiben a héten lett beépítve a Maxaco motorvezérlő. Első körben két BMW-vel kezdtünk, egy 4-4 V8 és egy 2-9 Stroker nyitotta a napot, amit Peti, LSX biturbója és Levi régóta épülő versenyautója követett. Mert hát ugye a programozás, a programozók élete nem csak játék és mese. Mert ott a gonosz, bazdmeg, majdnem kimondtam a nevét, Voldemort! Ez most jól is jött volna ki egyébként, nem? Amúgy nem? Szóval néha gyerekek, szopni is kellem. Tehát nem úgy van, hogy fölprogramozódnak az autók maguktól. Tehát ilyen kis szelepfedélbe beleszakadt menet. Kijön a tőcsavar úgy, ahogy van. És barátai, hát nem van ott tisztaság, félegészség. Most nem jár az összes henger, tehát valami gyújtás probléma van. Úgyhogy vadonatúj a kötek, vadonatúj az EQ, a trafók régik, meg hát mindjárt kikapkodjuk a gyertyákat, és ki fog derülni a turpisságok. De gyújtás, üzemanyagrendszer, rendszer, tehát nem csak a nagy nyomású pumpát tettem bele, az kevés, most nem rossz bó. Ott is egy áltét. Tehát ez például Szelcsányi Peti autója, egy jó 4-4 V8, ha jól tudom, ami most kapott egy jó... Mónika. Némi vizet kiszedett. Az ott, nézzé be! Milyen színű folyadékot látszott benne? Rosé or fagyáló színű. Kicsit vizes, Emil. Aha! Aha, csak hogy az, nézd! Jön a józan paraszti ész. Mi lehet az a folyadék? Ez fagyáló. Hol az itt fagyáló, oda? Nem tudom, Emil. De az ott fagyáló. Igen. Gyertyák szereti? A gyertya nem szereti a fagyállót, nem? Mert alapvetően a gyertya nem tud megfagyni. Igen, ha a gyertya nem tud megfagyni, akkor nem kell neki fagyálló. Aha! Aha! Kell vinni kompresszorot? Igen. Az is. Abba is áll, meg abba is. És az ott konkrétan egy fagydugó egyébként, nézd csak. Csak hogy onnan jön a víz, vagy régen volt már ott a víz? Igen. De hol lehet? Itt kell önteni. Bazd meg, lehet, hogy mellé lett öntve. Nagyon mellé. Hát, Istenem. A BMW, ahogy korábban Zsolti említette, Szelcsányi Peti autója, ami egy Maxaco sportvezérlővel lett felszerelve. Az autóval Peti oktatni szeretne, és bérautóként is fog üzemelni a BMW, így részben a védelmi funkciók miatt esett erre a vezérlőre a választás. Még el sem kezdődött a programozás, de már van egy óra nyersanyagot. Hát, van egy baj itt. Kéne orrfűrész. Le kell vágni. Itt vágok. Hogy csinálunk ezt? Itt. Aha. Nem. Majdnem. Oké. Klaviatúrát beraktad? Belül már, hát... Mm.
Hűha. Mesélnél róla egy kicsit? Én meséljek róla? Mit meséljek róla? Mit látunk? 4-4-V8 kontra 1-8 4 henger. Tehát még fele akkora sincs a motor. A szemétből... Ja, és gyári motor. Nem áll, Emil, ez fáj! Ez fáj! És még belém szúr egyet. De egyébként jogos. Jó, hát igen. Jogos egyébként. Nem, jó raktad föl, már néztem. Á, kurva anyádat, de megbaszok. Tökéletes! Megbaszok! De lehet valami itt, lehet, hogy rossz, nem tudom, de mi itt hozzányúltam, és... Kell a tablet? Úgy megbaszott. Szívóban nem fologhat ez jobban, mint 6 fél? Nem tudom, milyen celebróba... Ja, értem. Timbal. Ez nem kapja, ez bar. Melyik az? Az analóg, jószer analóg. Hopp! Tönt valahol. Három nyomogom van! Jószer alin, oil press. Megnyomtad utána, nem tudom. Két helyen. Ez bárba van most emiatt? Aha. Megjelenéséig a tulajdonosnak sajnos nem volt alkalma átvenni az autót, így a részletesebb bemutatót később fogjuk megejteni vele, amikor már lesznek tapasztalatai a vezérlővel kapcsolatban. Legutóbb január végén padoltuk az LSX-et, akkor keréken több mint 1000 lóerő lett az autó, de azóta történt egy kis változtatás. A vezérműtengelyeket fokoltuk, és a kartergáz kivezetést megnöveltük, hogy több kartergáz távozhasson. Ez se zuhan egyenlőre lefele. Én szerintem, hogyha elcsavarjuk, akkor is ugyanez lesz. Figyelj, ennyi fog történni. Ez az egyenes, lejjebb megy. Tehát errébb fogok. Ha most 900 lóerőt meg...
ma lesz az 1000 helyet, de hát még felduplázunk egy ilyet, az geci jó. Ha, van egy kérdésem, egy hülye. Akkor nem. Itt van 4 csavar. Igen. Felmegy? Nem, mert a kérdés nem. Csak az szélesebb ott. A vízcső van útba. Ja, szélesebb ott. Nem. Mostani mérés eredménye majdnem 1000 lóerő lett keréken, ami igaz kevesebb, mint a múltkori, viszont már 500-as fordulattal korábban megérkezik a nyomaték, ami alapjáraton is 400 newton felett van. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, a saját videóimban is így szoktam mindig beköszönni, úgyhogy most is így fogok. Most itt véget ért az előbb a programozás, csak hogy tudjátok. Ez az én kocsim, ami előtt itt áldogálok, nem csak a fake flex megy. Emil most fejezte be az autó programozását, amit tudni kell róla, hogy ez egy 1JZ motoros S13-as Silvia. Nagyjából a gyári setuphoz képest, ami eltér, nagyobb befecskendező, másik gyújtás, nagyobb coolerezés, nagyobb kipufogó rendszer, kicsit letisztítva az egész gyári beszívott meg vákumrendszer, úgyhogy mondhatni közel gyárinak, mert egy gyári Toyota Turbo van rajta, gyári folytószele. Ugye ezek nagyjából ilyen 280 ló magasságában röpködnek gyárilag. Most Emil nekem Max-EQ-val felprogramozta, ugye nekem a Race Pro, vagy Race, nem, Race Premium. Rég vettem már, hogy nem emlékszem, mi van. Nem, Race Premium Max-EQ van nekem benne. Most lett vége a programozásnak, én 100%-osan elégedett vagyok a történtekkel, mivel az autó közel, nem tudom, hát egy óra biztos, de inkább egy másfél óra nyúzást, meg rock'n'rollt túlélt úgy, hogy még csak meg se nyikkant, úgy jár az autó, hogy Árpi megállította a 100-ast a VVT-nek a takarófedelén. Úgyhogy tényleg nagyon király, a kocsi jól bírta, Emil szokás szerint professzionális módon legjobb tudásához mértem megcsinálta. A kocsimat felprogramozta, csak annyit mondanék előjáróban, ezt azért elmondom, hogy 60%-os kihasználtsággal, bőven túllépve a gyári powert sikerült lezárni most a programozást. Mi azt beszéltük, hogy fölösleges tovább nyúzni, mert nekem nincsen szükségem atomerős autóhoz, hogy jól érezzem magam a driftpályán. Ahhoz sincs szükség atomerős drift autóhoz, hogy nálam sokkal erősebb autók ajtaján is be tudjak kopogtatni. Úgyhogy ez így tök jó lesz, stabil, ami 3,5 év kihagyás után az autóval nekem elég fontos, hogy stabil legyen, és ne kelljen 5 perc múlva megint szervizálni, hanem végre tudjam élvezni. Úgyhogy Emilnek köszönhetően most ezt így lezártuk, és valószínűleg fogom is tudni most már élvezni. Úgyhogy tudjátok majd figyelni a kocsit a Tököli és akár a Mária Pócsi driftpályának az aszfaltján is keresztbe. Sodródva, üvöltő motorral majd közlekedni, egy boldog, mosolygós szájú sofőrrel a volán mögött. Úgyhogy igazából ennyi. Én tényleg 100%-osan elégedett vagyok.
az is lényeges, hogyha tényleg érdekel a kocsi, vagy hogy mi lesz vele, most nyilván hazamegyek, még az átmeneti dolgokat most, hogy fix és frankó minden lefixálnom, még tartókonzolokat gyártok, ilyesmi, de utána az első alkalommal megyünk ki zúzni szerintem tökörre, hogyha érdekel a kocsi további élete, hogy mi lesz vele, meg hogyan fog viselkedni, van egy saját csatornánk is, amit majd Zalabéropixel, vagy Balazéropixel belinkel, majd remélhetőleg van egy jó fej, akkor ott majd tudjátok nézni az előéletét is, meg majd, hogy mi lesz vele. Izgalmas lesz, mert én is elég hülye gyerek vagyok ahhoz, hogy mindenhol csapjam neki keresztbe, még ott is, ahol nem lehet, de ezt nem mondjuk be hivatalosan. Természetesen, na mindegy, az a lényeg, hogy a mi csatornánkon megtaláljátok a kocsival történő dolgokat, meg további történéseket, de szerintem előbb nézzetek körbe ezen a csatornán, mert csak izgalmasabb dolgok vannak. Ugye? Ugye? Na. Köszönjük szépen a figyelmet, szevasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni és megnyomni a csengőt, hogy időben értesülj a friss tartalmakról. Kövess minket Facebookon és Instagramon is, a linket a leírásban megtalálhatjátok.